A Burj Khalifa olyan magas, hogy senkinek nincs kedve megdönteni a rekordját. Az egyetlen kísérlet, a Jeddah Tower, Szaúd-Arábiában 2018-ban leállt, miután a kivitelező egyszerűen megunta a több milliárd dolláros torony építését, és most egy betonvázára sivatt a kellős közepén. Üresen. Recsüg egy szegény kicsi betonváz, de batár nagy ormótlan vasbeton több hulladék. Te vagy a legmagasabb, üresen álló vasbeton szerkezetes építmény dolog a sivatag közepén valaha. És ez csak egy a megannyi kategória közül, melyeket azért hoztak létre, hogy a tervezők és építők továbbra is versenyhessenek. Ha már a Burj Khalifa rekordját senki nem képes megdönteni. Jól tessék odafigyelni, mert a következő kategóriák közül az egyiket én találtam. Kommentben lehet nagy tippelgetni, jövő héten meg hivatalos lájkkal jutalmazom a győzt. Tehát a világ legmagasabb ember alkotta dolga, úgy kb. Valaha, a Burj Khalifa. Bár ki tudja, mit rejt a sivatag homokja a piramisok alatt. Könnyen meg lehet, hogy ez egy irtó magas építmény csúcsa. A világ legmagasabb, uram is, tehát mi ez és miért ilyen hatalmas? Ja, a Petronius olajplatform. Ez annyira nem izgalmas, mert a víz alatt van, tehát 90%-a még csak ki sem látszódik. A legmagasabb magától álló torony a Tokyo Skytree. Volt róla videó, itt tudjátok megnézni. Azért áll magától, mert nincs kikötve húzalokkal. Így ha befejezik a Dubai Creek tornyot, az nem fogja megdönteni a rekordját, mivel ki van kötve, mint a szar. De ez mi? Ez mi? Ne tévesszem meg titeket, a kép ez a paralimpia logójának színei. Plusz ez a második legnagyobb ember alkotta dolog, és a harmadik valaha. A második ez volt, de történt egy kis baleset. A legmagasabb acélrácsos, függőleges cucc, antennákkal, meg minden, kövjő tövő torony. Viszonyításképp itt egy ábra a Shanghai toronnyal, amiről nem sokára lesz videó. A legmagasabb hiperboloid valaha. Hiperboloid alatt olyan másodfokú függvényeket értünk, amelyekre a következő egyenletek jellemzők. X a másodikon per a másodikon, plusz Y a másodikon per B a másodikon. Egy ilyen alakzat, bat meg, egy ilyen, érted? Ilyen! Ha nem tudsz elképzelni hiperboloidikus. Ezt biztos, hogy így mondják? Szóval nem tudsz elképzelni ilyen alakú épületet, ne aggódj, mert hoztam neked néhányat. A kategória rekordtartója Twisted F***ing Tower. Nem, amúgy Canton toronynak hívják. Guangzhou-ban. És ez a város nagyon király, ebből lesz a következő gameplay lehet. A világ legmagasabb toronyórája az Albaid torony Mekkában. Ez egy olyan magas épület, hogy a Gellért hegy mellé rakva, a komplexum részei közt a 6 darab 200 méternél magasabb torony. Viszonyításképp a legmagasabb magyar épület 120 méteres lesz. A legmagasabb mozdítható tárgy szintén egy olajplatform talapzat. Legfőbb jellemzője, hogy Norvég. Le Bien International Building, meg a legnagyobb épület, amiből ömlik a víz. Már nem tudom, hogy mitől lesz nemzetközi egy épület. Néha felbukkan különböző országokban, vagy mi? Ahogy azt sem értem, miért kell a vizet kiönteni az ablakon, na mindegy. A legmagasabb piramis, a Ryugyong Hotel, és bár kívülről késznek tűnik, elvileg belülről üres, mint a csokinyuszi. A legmagasabb ikertornyok a Petronas Towers. Ezt a felhőkarcolót egy minaretről mintázták. Basszusa, nyugodtak is vissza kéne nyúlni a vallási történelméhez a modern épületek tervezésekor. Kínában meg Japánban a pagodák mintájára építkeznek, a Közel-Keleten is kulcs szerepet játszik a vallás tervezéskor, sőt, még Dubai szupermodern felhőkarcoló is hordoznak valamit a kultúra vallási múltjából. Igazából ott mást is alig. Amúgy a tetején nem antenna van, hanem csúcsdísz, így beleszámítható a magasságába. Ellenben az antennával, ami nem feltétlen, mert nem az épület része, csak egy antenna. Ezek itt csúcsdíszek, ezek meg antennák. Itt a videóm a témával kapcsolatban. Ha már a Willis toronynál tartunk, ez a legmagasabb acélszerkezetes épület. Tervek alapján az ember azt hihetné, hogy ez az elmúlt 9 hónap bitcoin árfolyamjának háromdimenziós oszlopdiagramja. A Google utcaképen pedig agy és időjárás kontrolláló port szóró repülőgép csíkját láthatjuk. Most itt rövidre zárjuk, mert még rengeteg kategória van, szóval ha tetszett, mindenképp iratkozz fel és nyomd be a csengőt, hogy értesülj, ha megjelenik a folytatás. Köszi, hogy megnézted a videót, és persze külön köszönet mindazoknak, akik délután 00:30 és 3:42 közt nézik. Büszke vagyok rátok, csak így tovább.